RS6 helyzetjelentés a következő. Elkezdődött a projekt elég intenzíven, bár most a mester elment egy kicsit pihenni, mindenkinek kell a szünet, a nyaralás, ugye én nekem is, és a blokk már elkezdődött összefűződni, viszont olyan problémával ütköztünk szembe, hogy nem lett jó a blokk, ugyanis gyári értéken van még, azt hittük, hogy milyen szuper, milyen jó, mert ugye jó állapotban volt, de nem. A főtenge is már kiderült, hogy egy túlméretre lett köszörülve, hál' Istennek van másik. A blokkot pedig elküldjük vonalfúrásra, mert eléggé sok van benne, hogy minden faszra legyen, tudjátok, profi minden. Aztán nagy erővel elkezdődhet utána a motor összefűzés, beépítés, stb. Stb. Turbók helyükre, hát elég sok minden van még, sok lesz még a matek, matekozás, hogy mi hogy jön ki, ugye a levegő hűtős rendszert is át kell tervezni, át kell alakítani, hogy a beszívott levegő hőmérséklet nem melegedjen el, mint eddig, amivel találkoztunk, úgyhogy azért van, lesznek majd még megoldandó problémák, de most már úgy néz ki, hogy egyenesbe fog állni a projekt. Ezért is csinálom ezt a videót, mert most egy ideje már nem volt róla szó, nincs elfelejtve, megvan a kis autó, meg is lesz a kis autó. Ugye voltak más projektek is, amiket be kellett fizetni, be kellett fejezni. Max Powernél ugye volt a két TT, meg hát voltak még egyéb különleges autók. Ugye volt az S4-es is, a C4-es is, ami be lett fejezve, szóval kicsit háttérbe szólult most a Vader úr, de most már ő lesz a porondon, ha lehet így mondani. Szurkoljatok, hogy minden szuper legyen, mi is azon vagyunk, én is azon vagyok, a list is azon van, hogy szuper álljon a gép, és akkor szerintem olyan jövő hétvégén jelentkezek egy újabb helyzetjelentő videóval, remélem akkor már tudok konkrét dolgokat is felvenni az előrelépéssel kapcsolatban, úgyhogy kitartás, sziasztok!